Halló, jó napot kívánok! Én Horváth Roland vagyok, és a Zsolt adta meg a telefonszámát önnek. Mert igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdi csokolom, a 25-ben laknak Pirisen. Igen, így van. Jó, akkor körülbelül egy olyan 40 perc múlva tudok majd odaérni a nyulakkal meg a csirkékkel, jó? Mert van nekem egy kis elakadásom, és azért adta meg a telefonszámát a kedves férje, hogy akkor önnel egyeztetek, mert ön lesz otthon. Jó, rendben van. Ez most tényleg komoly. Most igen, igen. Azok, én erről nem tudok semmit. Hát nem mondja, hogy nem tud semmit, hát azért ez nem kis áru. Hát csak megbeszélték. Nem beszéltük meg, de örülök neki, ha így van. Jó, az a lényeg, hogy a nyulak befogadására kéne egy kis hely. Nem tudom, kutya van-e otthon, vagy ilyesmi. Van kutya, igen. Jó, akkor azokat mindenképp meg kell kötni, mert a nyulak elég ideges természetűek, és direkt azért Szegedről... Igen, a nyul ideges természetű. Igen, rendkívül ideges természetű, nem? Jó. És majd még macskám is van, őket is köszönöm meg. Hát a macskát nem, az elég, hogyha csak bezárják. Jó, ez most valami vicc. Most komolyan kérdem már elnézést, hogy megnevettem, de mert nem tudok semmiről, meg olyan hirtelen jött furcsa. Hát az elég durva, mert nem kísérték ezek az állatok. Hány csirke van? 50 darab nyúl van és 100 darab csirke. Jó, nem tudom, ez valami itt lesz, mert 58 meg 100 csirkében így értelem, hol rakom őket? Jó, Ez nem az én problémám, ne arra ugyan nekem, az a lényeg, hogy mindenképpen készüljenek elő. Elnézést, ön, hogy mondtam, mondjam egy nevet nekem. Tessék? Mondjam, legyen szívesen nevet nekem. Horváth Roland vagyok, Horváth Roland. Horváth Roland, jó van, rendben van. Én nem mondom, hogy ez nem lehet komoly, mert mi beszéltük a férjemmel ezt, hogy szeretnénk, csak hát egyáltalán nem volt semmi előkészítve, és nem számítottam én. Hát ne csinálják már ezt velem, kisasszonyát, tényleg én ott leszek nem sokára, ezek a nyúlak, ezek az állatok utaznak, mondom, Szegedről hozzuk föl őket, de direkt azt a minőséget, meg azokat a nyúlfajtákat akart, erről beszéltünk a férjével, már egy hete egyeztetünk, nem hiszem el, hogy nem mond magának semmit. Ne szórakozzunk egymással, kérem. Egész napom erre ment rá, mire azokat a nyulakat beterelem a kezedbe, mire ott megnyugszanak, mert a nyulnak az állítása nem olyan, hogy ugye a nyúl az hozzászokott, hogy megy magától, nagyon nagy területeket bejár, de hogyha berakják autóba és azzal szállítják, jó, akkor nagyon... Jó, én megértem, csak 50 nyúl és 100 csirke, ugye oda hely kell és ketrec kell. Na most nekem semmi nincsen, tehát ez nem volt szó és ez nem volt megbeszélve. Tehát én nem viccből nevettem el magamat, hanem halálkomolyan, mivel semmiről nem tudtam, ugye semmi nincs, tehát nincs egy ketrec sem. Most nem tudom, ketrecestől hozza őket? Hát igen, de egy-egy ilyen nagy ketrecben vannak benne, tehát őket szét kell válogatni, nem maradhat így egész nap. De ezt ne csinálják már velem, nagyon szépen kérem, tehát ez itt azért egy komoly szállítmányról van szó, komoly pénzről, számlázás, minden, ki kell fizetni a fuvardiat, így úgy, amúgy, tehát ilyen... A férjem ezt megvette, rendelte? Hát egy hete erről beszélgetünk a férjével, asszonyom. És milyen hát minden egyes... Mennyibe 500 ezer forint. Fú, ezt én nem hiszem. Ezt én felhívom a férjemet, 50 ezer forintunk nincsen, hogy 500 ezer forint. Én felhívom a férjemet, hát. És megmondom, hogy hívő viszont, hogy megkérdezem, mi ez az egész, mert komolyan mondom, nem tudok róla. És hirtelenül, de 50 jól, meg 100 csirke, hát ez nagy helyet. De azért maga is... Persze, muszáj őket, de maga is azért beláthatja, hogy azért a nemzőképességünknél is számít az, ha rohadt ideges, akkor nem fog ez nemzeni. És a nyúlnak a lényege az, hogy bagzon. Érti? Tehát, hogy a... Ezek... Jó, tessék? Hirtelen belegondoltam, 50 nyúl elkezd szaporozni, mi lesz itt. Hát nagy hangzavar, abban biztos lehet, nagy hangzavar. De tudja, mi a durva? Az, hogy a csirkékkel is lehet, hogy szaporodni fognak, hogyha egybe vannak ebbe a kamionba. Úgyhogy én arra kérem, hogy hívja fel a férjét. Mindenféleképpen, én viszont azt mondanám önnek, hogy ez egy átverés, és én Mogás Dániel vagyok. Kicsit megérezte az elején, de aztán mégiscsak megett az örvény. Hát kicsit elégasztott. Ennek örülök, de leginkább Sanita az, aki örül neki, ő rendelte ezt az átverést, és üdvözli önt szeretettel. Ezek.